Szemerédi Endre 1940-ben született Budapesten. 1965-ben az ELTE természettudományi karának matematikus szakán szerzett diplomát, majd az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársaként kapott állást. 1967 és 1970 között levelező aspiráns volt Moszkvában Iszrail Mojszajevics Gelfannál. 1970-ben védte meg Moszkvában a matematikai tudomány kandidátusi, később Budapesten akadémiai doktori címét. Az MTA matematikai bizottságának lett tagja. Az általa megalkotott Szemerédi tétel a tudományos közélet élvonalába emelte. Első megközelítésben azt mondhatnánk, hogy diszkrét matematika területein dolgozom. A diszkrét matematika véges objektumokkal foglalkozik, valóban véges tárgyak, véges alakzatok összefüggéseit és így tovább vizsgálja. Még a folytonosnál, hogy azt úgy, valahogy az iskolában is már kialakult bennünk, hogy mi az, hogy folytonos. Ugye majdnem minden függvény, amivel foglalkoztunk, az folytonos. Én nekem leginkább azt tetszik, hogy a semi-random módszer kidolgozása. Először valami véletlenet csinálunk, valamit utána nem véletlenül, hanem determinisztikusan, aztán megint véletlenül, és így tovább ezek váltakozzák egymást ezek a gondolkodási módok. Én ezt szeretem legjobban. Ez nem jelenti azt, hogy még a korai munkám a számtani sorozatokról foglalkozó munkáim ne tetszenének, de a későbbi jobban szeretem. Lehet, hogy tévedek, és valóban a számtani sorozatokról a kapcsolatos tételem az, ami talán legfontosabb, ha egyáltalán fontos. Durán Pál professzor úr nem csak óriási matematikus volt, aki hát sok mindent kezdeményezett, hanem talán az egyik legjobb, nekem legalábbis a legjobb tanárom volt. Nekem ő volt majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy a mentorom, mert nélküle nem biztos, hogy a matematikus szakot választottam volna. Aztán később másokkal is dolgoztam, már amikor megkaptam a diplomát Erdős Pál professzor úrral, Hajnal András professzor úrral és másokkal, de ők ketten, és hát az Turán professzor úr, ők, akik a legnagyobb hatást gyakorolták rám, és még mindig hálásan gondolok vissza rájuk. A 80-as évektől különböző amerikai egyetemeken volt vendégkutató, vendégprofesszor. 1982-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben pedig rendes tagjává. 1990-ben a Rutgers Egyetem számítógéptudományi tanszékén kapott egyetemi tanári megbízást. 2010-ben az Amerikai Nemzeti Akadémia tagjává választották. Akadémiai tisztségei mellett a Bujai János Matematikai Társulatnak, valamint több szerkesztőbizottságnak is tagja. Az elmélet, a matematikus, van egy problémája, vagy egy elmélet, amit nagyon sokszor csak önmagáért kezd el. Tehát nem azért, hogy majd ennek későbbiek során alkalmazása lesz, hanem a probléma érdekessége, vagy a szépsége, esztétikuma miatt kezd el foglalkozni. De valamilyen általam még igazán nem megértett folyamat miatt nagyon sokszor a teljesen elméletének látszó eredmények jó néhány év után, 10-20 esetleg 30 év után nagyon komoly alkalmazást nyernek. Nem kell azonnal számon kérni, hogy most éppen még nincs alkalmazása, hanem el kell fogadni, hogyha a matematikus társadalom, ez egy rossz szó, egészét nézzük, akkor amit ők produkálnak egységesen, azoknak nagyon komoly haszna van. És hát nagyon sok tudományágban már azért a matematikát használják, nem csak a gondolkodás módját, hanem a tényleges eredményeit is. 2008-ban megkapta a Leroy P. Steele díjat, az Amerikai Matematikai Társulat legrangosabb elismerését. Ugyanebben az évben Rolf Schock díjat is kapott. 2012-ben a Nobel-díjjal egyenértékűnek tekintett Abel-díjat vehette át. 2012-ben Széchenyi díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban az Európai Kutatási Tanács Advanced Grant pályázatának nyertese lett.
2020-ban a legmagasabb állami kitüntetést a Magyar Szent István rendet vehette át. 2021-ben Neumann János professzori címet kapott. Több külföldi akadémia tagja és több egyetem díszdoktora. Szemerédi Endre munkássága a kombinatorika és a számítástudomány területén kiemelkedő, regularitási lemmája, ami ugye a 70-es években jelent meg, az egészen új területet és egészen új irányokat nyitott. A 2012-ben ezt ismerték el aztán Abel-díjjal. Az én kutatási területem egy kicsit messze esik ettől, de az én pályafutásomban is sorsdöntő volt Szemerédi Endre szerepe. Segített abban, hogy az akkor még Magyarországon ki nem épült doktori program helyett Amerikába tudtunk menni, és ott iratkoztunk be doktorandusznak, és aztán ott is szereztük meg a PhD-nket. De az Endrével való kapcsolat messze túlnyúlt a matematikai kapcsolaton. Nagyon sokat tanultunk tőle. A családja mindig az első volt számára, a gyerekek, a felesége, akkor már unokák, és ez mindannyiunknak példaértékű volt. Sok más közös témánk is akadt persze, nagy rajongója a sportnak, különösen a tenisz és a futball, úgyhogy erről végtelenségig lehet vele beszélgetni. Fantasztikus a memóriája. Olyan lexikális tudása van, amivel nehéz versenyezni. Ha valamit üzenhetnék a jövő nemzedékének, tehát azoknak, akik nálam jóval fiatalabbak, és még előttük áll, ugye a munkásságunknak a nagyobb része, hogy továbbra is foglalkozzanak a matematikával. A matematika az gyönyörű, a matematika hasznos, és a matematika igen esztétikus, és a matematika élvezetes. Tehát ha lehetőségük van rá, akkor mindenképpen folytassák az eddigi utat, próbálják az eredményeket továbbfejleszteni, ismerkedjenek mások eredményével, és aztán ezt talán együtt is dolgozzanak, amennyire ez lehetséges. Szemerédi Endre az Akadémiai Aranyérem 2022. évi díjazottja.